Báv Magyarország 5 évvel ezelőtt vágta egy igen nagy fába a fejszéjét, akkor eldöntöttük, hogy jó minőségű, akár emberi fogyasztásra szánt alapanyagokból szeretnénk állateledelt készíteni. Az ötletet ugye tettek, követték, és elmentünk a megfelelő hatóságokhoz, ahol közölték velünk, hogy állateledelt csak és kizárólag harmadik kategóriás melléktermékekből lehet készíteni. Tehát az első nagy lépés az volt, hogy hogyan tudjuk a hatóságokon átvinni azt, hogy mi jó minőségű alapanyagból szeretnénk állateledelt készíteni, nem pedig rossz minőségű húsból, csörből, bőrből, patából, szőrből, kivont fehérjéből. Ez egy körülbelül másfél éves folyamat volt, és utána jutottunk el, hogy létre tudtunk hozni egy olyan üzemet, amely az Európai Uniós és magyar előírásoknak megfelelően, minden követelménynek megfelel, jó minőségű alapanyagokból tudunk nyers, fagyasztott állateledelt létrehozni. Alapvetően simán meg lehet csinálni otthon is a nyers eledelt. Az ember kimegy a piacra, megvásárolja a húst, ad hozzá, vagy darabol hozzá valamilyen zöldséget és gyümölcsöt, esetleg egy kis csirkehátat, vagy kacsonyakat, csirkenyakat rátesz a menü tetejére, tojás, lazacolaj, és odaadja a kutusnak. Ami még nekem eszembe jut, hogyha otthon készítem, akkor azért tudok maszatolni rendesen, nem? Így van. Hogyha belegondolsz, ugye, hogyha valamilyen húsételt készítesz, akár csak a családnak, akkor az is jár egyfajta vérrel, koszképződéssel. Ugye a kutyánk esetében, hogyha nyers húsokkal dolgozunk, és ott azért ugye hús belsőség is kell, hogy kerüljön a terítékre, egészen biztosan nagy kosz lesz a konyhában. Ezt ugye ahhoz, hogy az emberre ne kerüljön rá semmilyen baktériumfertőzés, a konyhát megfelelően fertőtleníteni, tisztítani kell utána, és hát ez hasonlóan nagy feladat, mint magának a menünek az elkészítése. Ha otthon csinálod a nyers eledelt, akkor ugye vagy ezt minden nap eljátszod, hogy a kutyának friss menü kerüljön a tányérjába, vagy pedig rászánsz mondjuk egy hétvégét, két hetente, havonta, és akkor nagy mennyiségben elkészíted előre a kutyusoknak a kajáját, lefagyasztod, és utána időnként adagolod. Ilyenkor egészen biztos, hogy a konyha az vérben és koszban fog úszni. A kosz, a vér ugyanígy megjelenik az üzemben is, hiszen ugyanazokkal az alapanyagokkal dolgozunk, viszont itt a felületek tisztítása sokkal egyszerűbb és sokkal, sokkal gyorsabb, mint hogyha ezt otthoni körülmények között csinálja az ember. És akkor én hogy kapom meg tőletek ezt a kaját? Az elkészült komplett menüket ugye mi gyors fagyasztjuk, ez azt jelenti, hogy mínusz 30 fokon lefagyasztjuk rövid idő alatt a menüket, és utána te akár valamelyik viszonteladónknál, akár tőlünk webshopon keresztül meg tudod rendelni a terméket, és fagyasztva tudod hazavinni, otthon pedig fagyasztóban tudod tárolni. Etetés előtt vagy hűtőbe, vagy szobahőmérsékletre ki tudod tenni, és tudod a menü, és fel tudod engedni a menüt, így teljesen nyersen fogod tudni neki odaadni. Uh-huh. A szokásos tálból eszik ezt meg, vagy van ennek egy speciális kiszolgálási módja a kutyák felé? Teljesen simán a tálba oda tudod neki adni. Természetesen, mivel nyersusokról beszélünk, éppen ezért fontos azt kiemelni, hogy a tálat és az etetés helyét, ahol a kutya megeszi ezeket a menüket, javasolt többször fertőtleníteni és tisztítani, mint hogyha simán egyszerűen csak száraz tálba letetnénk. Nagyon jó, hogy felhoztad. Ugye egy összehasonlítási mód már a száraz táp meg a nyers etetés között, az, hogy a tápot, ha megeszi, az ott maradhat, akár szétszorodva az udvaron, azért a máját ne hagyjuk kint, vagy a szoba közepén, vagy az edénybe. Ha össze kéne hasonlítanod pozitív, negatív, ha mérlegre pakolom, mondjuk tápos etetés vagy nyers etetés között, akkor mi az, ami más, jobb, rosszabb a táphoz képest mondjuk a nyers kajáknál? Uh-huh. Hát ugye minden szentnek saját maga felé hajlik a keze, de természetesen azért tudunk egy objektívebb összehasonlítást is létrehozni. Ugye a száraz tápokat nem véletlenül találták és hozták létre annak idején. Tudom magamról, hogy egy fáradt este után, hogyha az ember hazamegy, a legeslegegyszerűbb módja megetetni a kutyust, hogyha kinyitom a száraz táp zacskóját,
kimerem belőle a megfelelő mennyiségű kaját, odaadom a tába, és kész, le van tudva az etetés gondja. Egy nyers etetés esetén, azért ez sokkal macerásabb, hogyha otthon készíti az ember, hogyha pedig készmenüt rendel, akkor is időt kell arra szállni, tehát előre kell gondolkozni azzal kapcsolatban, hogy elő kell vennem a menüt, ki kell olvasztanom. Legeslegrosszabb esetben ez mikróban megtörténhet, de akkor már számolni kell azzal, hogy ugye a mikrohullám valamilyen módon befolyásolja a fehérjéknek a szerkezetét. A száraz táp tiszta, ezzel szemben a nyers etetés vagy a nyers menük azok azért lényegesen piszkosabbak tudnak lenni az etetés területének környékén. A tápanyag oldalról viszont látszik az, hogy sok esetben azok a kutyák, akik allergiásak, hogyha száraz tápot esznek például, egy nyers etetésre való áttérés után sok esetben gyorsan tud rendeződni ez a probléma. Elképzelhető ez, hogy valaki rááll erre, kicsit utánaolvas, elkezdi csinálni a nyers etetést, és mégis valami hiánybetegség alakul ki a kutyájánál? Igen, ez előfordulhat. Abból adódhat, hogyha csak egyfajta hússal, belsőségek nélkül, csontos összetevők nélkül eteti az ember a kutyát, vagy a különböző zöldséggyümölcsökből készült pép nem kerül bele a tába, akkor ez emésztési problémákhoz, hiánybetegségekhez vezethet. Éppen ezért nagyon fontos a különböző összetevők kiegyensúlyozott aránya, még a menükön belül is. Ezért nagyon fontos az, hogy a zöldséggyümölcspép belekerüljön, hogy a széklet könnyebbé váljon, ne legyen szorulása a kutyusnak. Ezért fontos, hogy valamilyen módon vagy csont hozzáadásával, vagy kálciumpótló hozzáadásával a kálcium-foszfor bevitel szintén megtörténjen, és hogy különböző típusok húsokból és különböző típusú belsőségekből tudjuk biztosítani a kutyának azt a tápanyagbevitelt, amit a szervezete követel. Abban ti tudtok majd segíteni, mert láttam, ugye vannak ilyen lefagyasztott egységcsomagoknál, abban ti tudtok majd segíteni, hogy az adott kutya mérethez azt egyszerre meg kell lennie, vagy megfelezzen, vagy hogy lehet a kutya mérethez alakítani egy-egy ilyen menüt? Alapvetően a nyersetetés ökölszabálya az, hogy egy felnőtt kutya test súlyának a 2-3%-a a kutyus napi tápanyag igénye. Tehát egy 20 kilós kutya esetében ez körülbelül napi 400-600 grammot jelent. Nálunk a csomagok 150 gramm, fél kiló és 1 kiló mennyiségekben elérhetőek. Pont ezért, mert körülbelül akkor így egy középtermetű 20 kilós kutyus egy napi fél kilós kaját fog megenni. Ha nagyobb mennyiségeket vásárol az ember, akkor lehet 1 kilós kiszerelésekben is vásárolni. Ezeket kinyit, hogyha kiolvasztja az ember, akkor utána hűtőben 2-3 napig lehet tárolni, tehát nyugodtan lehet belőle még a kutyust tetetni. Tegyük fel, hogy ráállunk a kutyánkkal erre, hogy mennek nyaralni a ti vásárlóitok? Tehát lemegyünk Horvátországba 2 hétre, akkor viszek egy nagy hűtőtáskát, vagy mondjuk a nyaralás időszaka alatt. Mit adok neki? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Amit tapasztalni szoktunk, ugye kérdés, hogy a kutyus veled megy nyaralni, vagy pedig ugye panzióba esetleg valamilyen családtaghoz kerül. Ebben az esetben előre meg tudod vásárolni a menüt, oda viszed a panzióba vagy a nagymamához. Ha a kutyus veletek megy nyaralni, akkor természetesen egy fagyasztott eledelt sokkal nehezebb magaddal vinni. Ezekben az esetekben több megoldás is lehetséges. Léteznek fagyasztva szárított liofiziált húsok, amik gyakorlatilag egy sima egyszerű hús kiszárított változata. Ehhez vizet adsz, ami megszívja magát, és utána oda tudod adni a kutyának. A lehető leginkább természetközeli, viszont nagyon drága megoldás. Rosszabb esetben, hogyha olyan helyen nyaralsz, akkor simán egyszerűen arra az 1-2 hétre ki tudod váltani a komplet menüket különböző húsokkal, vagy csontos húsokkal. És hát a legrosszabb esetben, és ezt most idézőjelben mondva a legrosszabb eset, simán egyszerűen az alatt az 1-2 hét alatt tudsz neki valamilyen konzervet vagy jobb minőségű tápot is adni, a kutyának ettől sem lesz semmi baja. Tehát keverhetem táppal úgy, hogy mondjuk arra 2 hétre viszek tápot, aztán visszatérek, akkor így van, így van. Ezt nyugodtan meg tudod tenni, tehát nem ördögtől való megoldás. És mennyibe kerül? Tehát hogy számoljak?
nem túl drága állandóan lazacca letetni a kutyámat, ha mondjuk arra nem allergiás. Így van. Mindig azt kell megnézni, hogy mi az, ami drága. Hiszen valóban egy nyers húsnak a beszerzési költsége, a zöldségek, gyümölcsök, azok valamilyen adott áron működnek. Alapvetően az árazása a nyers menüknek egy prémium kategóriás táppal azonos szinten mozog. Ugye az elmúlt 5 évben nagyon sok vásárlótól kaptunk visszajelzést ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon nagy tapasztalatra tettünk szert azzal kapcsolatban, hogy mi történik a kutyussal, hogyha száraz tápról vagy konzervből nyersetetésre váltasz. A legelső 1-2 hétben, amit tapasztalnak a vásárlók, hogy hát megőrül a kajáért a kutya, illetve sokkal energikusabbá válik. Kevésbé lesz, tehát kevesebbet fog aludni, vagy kevesebbet fog pihenni a különböző étkezések után, akár ez reggel, akár ez egy esti étkezés. Valamint, amit az első 1-2 hónapban tapasztalnak a vásárlók a kutyán, az az, hogy a kutya elkezd lefogyni. Sokan ettől meg is ijednek első körben, viszont hogyha megnézzük a kutyusoknak a testösszetételét, akkor az látszik, hogy ez nem egy kóros fogyást jelent, hanem a táptól és a nagy mennyiségű szénhidráttól rájuk rakódott esetleges, felesleges zsírmennyiség elkezd lecsökkenni, és a kutyus sokkal, ha emberi kifejezéssel szeretnék élni, akkor sokkal szálkásabbá válik. Tehát, hogy szép izmos lesz, kevésbé lesz fedett, kevésbé lesz zsíros, sokkal szebb formája lesz a kutyának. Előfordulhat természetesen, hogy az első időszakban a nyers eledelnek a mennyisége még nem kerül jól beállításra, és a kutya valóban fogyni is kezd. Ilyenkor nyugodtan lehet nagyobb mennyiséget adni, vagy akár a téli időszakban például, vagy egy mozgékonyabb kutya esetén a nyers húst és zöldséget például kacsahájjal vagy nyúlhájjal, tehát valamilyen zsírral kiegészítve felturbózni a tápanyag mennyiséget.